Lájkold te is a Szigetkősport Facebook oldalát! A műsorszámot támogatta a Berge Transport Kft. A Borháló Mosonmagyaróvár, ahol minden a bor körül forog. Az Extrém Vas Mosonmagyaróvár legmodernebb autómosója. Hushegyi Anita ötvösmester. A Lajta Medical Csaba utca 5. Valamint a Flex fényhegesztés technikai és szerszámkereskedőház Kft. A műsor főtámogatója a Greiner Bayon Hungary Kft. Szigetkössport. 8 napon belül a harmadik tétmérkőzését játszotta a Credobusz Mosonmagyaróvár, amely a megyei rivális Gyirmót FC Győr otthonában lépett pályára. Jól kezdte a mérkőzést a tavaly még az NB1-ben szereplő sárgamezes Gyirmót, hiszen Nagy Patrik megpattanó lövése révén már az 5. percben előnybe került a hazai csapat. A 13. percben Cingráber szabálytalankodott Simonnal a 16-oson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-est Nagy Patrik maga biztosan értékesítette, innegyed óra elteltével már 2-0-ra vezetett a Gyirmót. Nem sokkal később Meggyes ugrott ki Zicserben, de az utolsó pillanatban sikerült őt szerelni. A másik oldalon Szegi mentett Nagy Zoárd elől, majd Gáncs beadását Szabó Rihárd fejelte a kapu mellé. Egy jobb oldali beadás után Nagy Zoárd elé került a labda, de a lövését nagy bravúrral védte Hásfalvi. Az első félidő közepén Nagy Patrik bombázta telibe a keresztlécet. A félidő hajrájában Meggyes kétszer is eljutott lövésig, de több gól már nem született, így 2-0-es gyirmóti előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok. A 47. percben jött a szépítés, Illés szabadrugását Debreceni fejelte a kapufára, a kipattanót pedig Monori bombázta közelről a hálóba, aki az első bajnoki gólját szerezte óvári színekben. A másik kapunál Simon fejesét Slakta fogta, majd Pető közelről lőtt mellé. Néhány perc múlva Monori lövését védte Hásfalvi. A Gyirmót kapusa Végbence fejesénél is résen volt. A 74. percben Végbence szabálytalankodott Szegivel, amiért a játékvezető ismét a büntetőpontra mutatott. A 11-es Nagy Patrik ezúttal is magabiztosan értékesítette, ezzel a hazai csapatkapitány Mester 3-ast ért el. Igyekezett zárkozni a Mosonmagyaróvár, de Végbence lövését Hásfalvi fogta. A hajrában Monori lőtt fölé szorongatott helyzetben. A Credobusz Mosonmagyaróvár helyt állt a tavaly még az NB1-ben játszó Gyirmót ellen, de ez a pontszerzéshez nem volt elég. Az óváriak 8 napon belül harmadik vereségüket szenvedték el, pedig a játékképe alapján a Pécs és a Kazincbarcika ellen is volt esélye pontszerzésre. Varga László együttese vasárnap a listavezető MTK-t fogadja. Szigetkössport.